Következzen a második előadás, melynek előadója Carlos Alberto Vázquez, fiatal formatervező, aki nemrég hagyta el a Moholy Nagy Művészeti Egyetemet diplomájával a kezében. Kolumbiai származású, és családjának nagy része mai napig Kolumbiában él, aminek különös jelentősége van ma esti előadásának témáját illetően is. Alapító vezetője az Igen Designnak, előadásában pedig diplomamunkájának kifutásáról, önálló kezdeményezéséről, ötletéről, valamint arról fog nekünk beszélni, hogy létezhet-e a gazdasági világ dominanciájának és a klasszikus értékek tiszteletének szintézise, hogy lehet a hálának kortárs értéke, és hogy a szavak fontosságát hogyan erősíthetjük a mindennapokban a személyes interakciót látszólag leépítő platformok segítségével. Fogadjátok sok szeretettel a színpadon Alberto Vázquez. A tudásunknak a tárolása és a megosztásának a kultúrája az írás megjelenésével alapjaiban változott meg, és a Dindon projektben mi úgy látjuk, hogy ez egyre inkább a bal oldalon látható szerkezet felé tendál. Tehát a tudásunkat és sok esetben a kreativitásunkat is szervereken tároljuk, ami részben jó dolog, mert így mások is hozzáférhetnek. Részben rossz dolog, mert nem motivál a közvetlen humánus együttműködésre. Ilyenkor, amikor ez a szerkezet dominál, akkor rendszerint a középső elem, a szerver, vagy a mesterséges intelligencia növekszik, míg a saját agyunk kapacitása és edzettsége fokozatosan csökkenni kezdhet, és hosszú távon akár egyoldalú függési viszony is kialakulhat. Mi a Dindon projektben ugyanakkor milyen hiszünk benne, hogy a jobb oldalon látható szerkezet is megvalósítható, ahol központi elem nélkül a rendszerben részvevő természetes intelligenciák egymással közvetlenül is kapcsolatot teremthetnek, és ezen keresztül létrejöhet az értékes és értékelhető párbeszédek társadalmi és gazdasági ökoszisztémája. Ahogy Anna is említette, nemrég hagytam el a Moholy Nagy Művészeti Egyetemet diplomával a kezemben. A Dindon projekt volt idén a diplomamunkám, és ez itt a reklámhelye. És már egy ideje dolgoztam ezen a projekten, amikor találkoztam tanáromnak és jó barátomnak, Koszován Attilának a könyvével, a Diszkóval, ami később fontos inspirációs forrás is lett a projekthez. A Diszkó design kommunikációt jelent. A Diszkó szerint design egyenlő jót csinálni, és kommunikáció egyenlő jót mondani. Az egész könyvet ez a gondolatiság hatja át, és egy gazdasági és társadalmi alapmodellt vázol fel, ami egy utópia, de egy szerethető utópia, ahol a pénzt felváltja a társadalmi értékítélet, és ezen keresztül mindenki megélhet úgy, hogy azt csinálhat, amit szeret, és ami másnak nem árt. Amikor ezt a könyvet olvastam, akkor már biztos voltam benne, hogy ezt a projektet ezt Attilával közösen kellene folytatni, és akkor a diplomafolyamathoz a témavezető tanárom is lett, és később a diplomavédés után is együtt folytattuk tovább a projektet. Mielőtt viszont beleugranék, hogy mi is a Dindon pontosan, előtte inkább az előzményéről szeretnék mesélni, hogy hol és miért született meg egyáltalán ez az ötlet, hogy valami ilyesmivel foglalkozzunk. 2013-ban meglátogattam a szüleimet és az öcsémet, akik, ahogy Anna is mondta, hogy Kolumbiában élnek, az Andokban, egy kis faluban valahol az Isten háta mögött, és egy évig itt laktunk albérletben a feleségemmel, és hát nagyon tanulságos volt egy ilyen természetközeli közösség mindennapjait megtapasztalni. Azóta képen egyébként én vagyok az öcsémmel, épp a piacra tartunk egy hosszú eső után. És hát erről a falul annyit érdemes tudni, hogy kb. 2-3 ezer ember lakik itt, ez kb. Akkora mennyiség, hogy mindenki ismeri egymást egy kicsit. És ebben a faluban történt egyszer, januárban, a száraz időszakban, egy óriási tűzeset, amikor a falu határában több tanya is leégett, és végül a helybeliek összefogtak, és egy hősies 3 órás küzdelemben sikerült megállítaniuk a tüzet. Nagyon személyesek a képek, ez egyébként édesapám a vödörrel. És az eset után az egyik tanulság, amit levontam, hogy egy ilyen helyen, ahol nincs se kórház, se tűzoltóság, se rendőrség, az emberek extrém módon egymásra vannak utalva. Úgyhogy mondhatjuk, hogy ez a falu segítőkész emberek közössége.
Ez persze nyilván nem egyedi eset, a legtöbb faluban ez így szokott lenni. Minden esetre azt állíthatjuk, hogy ez a falu is azért létezik, mert mindenki, aki itt lakik, szeretne itt lakni. És egy ilyen közösségben jól működik, vagy nagyon erősen működik a közösség immunrendszere. Tehát aki nem együttműködő, az viszont kimorzsolódik. Ezen a képen például egy olyan falubeli látható, aki egyszer valakit komolyabban átvert, és persze majdnem másnap már kitudódott, és fokozatosan kimorzsolódott a faluba, mondjuk csúnyán mondva kiközösítették. Egy ilyen helyen tehát nincsenek például szerződések, amikor albérletbe költözöl, mert én mondtam, ha valakit már átversz holnap, valószínűleg mindenki tudja. És ezért is lehetséges az, hogy itt nincs rendőrség, még sincs bűnözés. Úgyhogy feltűnt egy érdekes tendencia, ami zajlott a faluban, hogy itt nagyon erős a közösség, ezért az emberek motiváltak, hogy együttműködőek legyenek, ezért sokat együttműködnek, ezért még erősebb a közösség, ezért még motiváltabbak, és így tovább folyamatosan evolválódik a közösségük. Ez viszont nem mondható el például a fővárosról, a 11 milliós Bogotáról, ahol sokkal gyengébb a közösség, ezért az emberek kevésbé is motiváltak, hogy együttműködjenek, kevesebbet is működnek együtt, és még gyengébb a közösségük, és így tovább folyamatosan leépül ez a közösség, vagy egyre jobban gyengül. És persze felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e, és ha igen, hogyan lehet egyik körforgásba átkerülni a másikba. És a faluban töltött idő alatt én arra jutottam, hogy szerintem a kulcs az az átláthatóság lehet, vagy más, hogy mondva mondjuk a nyilvánosság kérdése. Mert egy faluban mindenki tudja, hogyha destruktív vagy, még egy városban nem. Ezért egy városban destruktívan is túl lehet élni, még egy faluban nem. Mert ugye, ahogy mondtam, ott, ha valakit már átvert, holnap mindenki tudja. Úgyhogy mondhatjuk, hogy ezt az átláthatóságot, vagy ezt az immunrendszert az átláthatóság működteti. De erre még később visszatérek. Egy másik tanulságos történet, ami a dindon felé sodort minket. Ezen a képen édesapám tanítja a falubelieket internetezni, és hát a faluban még kevés embernek van internete, úgyhogy helyette ilyen publikus helyeket csináltak hozzá. És nem csak, hogy kevés embernek van internete, de nem is mindenki tud írni, olvasni. És ilyenkor ugye felmerül a kérdés, hogy ha nem tudsz írni, olvasni, akkor hogy fogsz tudni googlizni, hogy fogsz beírni kulcsszavakat, hogy fogod tudni hasznosítani ezt az óriási erőt, amit internetnek hívunk. De ami még ennél is tanulságosabb, hogy bár nem tudnak írni, olvasni, és akkor nem tudnak kiguglizni dolgokat, még nem elveszett emberek, mert emiatt, ha valamit nem tudnak, akkor ahelyett, hogy utána olvasnának, megkérdeznek róla valakit, aki tapasztaltabb benne. És ez általánosságban jellemzi a falut, ez a hozzáállás, és ezért kialakult az a mentalitás, hogy a faluban mindenki tud valamit, ami valaki más számára hasznos. És mivel ez jó részt mindenkiben tudatos, ezért itt mindenki értékesnek érzi magát. Jared Diamond szerint a Világ tegnapi című könyvében a mai modern társadalmakban az írástudás megjelenésével kialakult az a preferenciánk, hogy amikor nem tudunk valamit, egyre inkább, egyre szívesebben olvasunk utána könyvekben vagy az interneten, mint hogy megkérdezünk róla valakit, aki tapasztaltabb benne. És ezzel szemben ma is egyes indián törzsekben, ahol például soha nem alakult ki az írás, ott az öregek raktározzák az információt, és keringetik azt meséléssel esténként a tűz körül. Ezekben a közösségekben felbecsülhetetlen az idősek jelentősége, mert az ő tudásuk jelenti egész társadalmuk túlélését vagy pusztulását. Ezzel szemben például a mai modern társadalmakban, ahol több az idős, mint valaha, egyben alacsonyabb is a tekintélyük, mint valaha, mert már nem tekintünk rájuk a tudás legfontosabb forrásaként. Csak az internet nem tud pótolni 80 év élettapasztalatot. Tehát az interneten rengeteg az adat és az információ. És ez nagyon jól demokratizálódott az internet mai vívmányaival. Az viszont még nem tudás vagy bölcsesség. Mert az már személyes élettapasztalatokon, kreativitáson, intelligencián, az összefüggések kreatív látásmódján alapuló dolgok, ha úgy tetszik. És valaki más tudására, hát mondjuk úgy legvégső esetben, általában olyankor már mindig szükségünk van, amikor a rendelkezésre álló adatokból és információkból már nem tudjuk egyedül kitalálni a megoldást. Vagy mi magunk egyedül nem látjuk az összefüggéseket. És ahhoz, hogy hozzáférhessünk valaki más tudásához,
interakcióba kell lépni vele. Vagy szóba elegyedni. Mert a párbeszéddel megnyílik a kapu a másik ember képességeihez, kreatív know-howjához. És amikor beszélek a másik emberhez, olyan dolog történik, hogy a másik elemzi, amit hall, és aztán a tudása alapján kreatívan reagál arra, amit mondok neki. Tehát elindul egy interaktív, szerteágazó folyamat, amit a párbeszéd alakít menet közben. És olyan dolgokat kezdek kapni a másiktól, mint kreatív kérdések, tehát olyan jó visszakérdezések, amik rávilágíthatnak olyan összefüggésekre, amiket magamtól nem vennék észre, bölcs tanácsokat az ő saját élettapasztalatai alapján, és mindez specifikusan az én egyedi kérdésemre, problémámra, az én egyedi felfogó képességemre, tehát én is vissza tudok kérdezni, hogy mit nem értek, hogyan magyarázzam másként, hogy megértsem. A kint töltött idő alatt szerzett élményeknek a elemzése és a Attilával való közös munka során négy fontos következtetést vontunk le. Az első, kicsit szentimentálisabb gondolat, hogy ami az életnek a víz és a levegő, az a kultúránknak és a civilizációnknak a párbeszéd. Társadalmunk mozgató rugója a kapcsolatteremtés, a kommunikáció, vagyis kérdések és válaszok halmaza. Kreatív interakciók, más szóval mondva. A második, hogy ugyanakkor napjaink egyik legnagyobb problémája a valódi kreatív párbeszédek hiánya. Passzív információfogyasztók lettünk, és a technológiai fejlettség révén a teljes elszaparálódás veszélye fenyeget bennünket. Egyre kevesebb motivációnk és szükségünk van a párbeszédre. A harmadik, hogy ugyanakkor, ugye, ahogy az előbb is úgy mélyebben kifejtettem, a párbeszéd nem más, mint az interaktív tudástranszfer legproduktívabb módszere. Tehát lehetőség van ugye visszakérdezésekre, és tovább, ugye, ahogy az előbb mondtam. Christopher Houghton Budd közgazdás szerint korunk kézzelfogható termékeinek 80% árának 80%-át a hozzáadott érték, azaz a tudás teszi ki. Ez azt jelenti, hogy akkor egy farmer esetében 5 dollárból 4 nem a fizikai anyagot jelenti. És ha ez így van, akkor ebből a negyedik következtetésünk az lett, hogy akkor gazdasági nyelven a párbeszéd nem más, mint a tudás piaca. És hogyha a tudás termék, és ha elfogadjuk, hogy a párbeszéd nem más, mint a tudás piaca, akkor azt is elfogadhatjuk, hogy egy kreatív interakció alapú, gazdaságilag motivált párbeszéd során megszületett tudás számszerűsíthető fizetőeszközben is. Ez gyakorlatilag csak konszenzus kérdése, mint ahogy a múltban is minden gazdasági tranzakció és infrastruktúra bevezetése is csak egy megegyezés kérdése volt, mint ahogy a pénz, az ár, a bank, a tőzsde fogalmának a bevezetése is. Ebből kiindulva, ahogy a legelén említettem, a dindom az értékes és értékelhető párbeszédek társadalmi és gazdasági ökoszisztémája lesz. Egy olyan hely, ahol a szellemi tulajdon birtoklása és védelme helyett a szellemi tulajdon folyamatos és fenntartható értékesítése, ezáltal megosztása válik lehetővé. Még gyakorlatív szinten a dindon gyakorlatilag egy infrastruktúra, ha úgy tetszik, egy alternatív társadalmi és gazdasági infrastruktúra, ami valós és virtuális platformokon egyaránt működik. Valós platformokon, itt ahogy a baloldali rajzon is rajzoltam, nagyon egyszerűen képzeljétek el, hogy mindenkinek van mondjuk valamilyen egyszerű hardware itt, valamilyen egyszerű karperec mondjuk, ami lehetőséget teremt arra, hogy én valakivel beszélgetek, és jól belemerülünk, úgy érzem, hogy rengeteg értéket kaptam, és ez a kütyű lehetővé teszi, hogy én teljesen szabadon a beszélgetés végén, teljesen szabadon honorálhassam a másiknak azt a rengeteg értéket, amit kapok tőle. És mondjuk beírom, hogy mondjuk, kösz szépen, én adok érte $1,000 mondjuk. És akkor mondjuk egy ilyen hátbaveregetéssel, vagy kézfogással, vagy valamilyen jelképes mozdulattal, akkor én átadom neki, mondjuk a karkötők összeérintésével. És ugyanez virtuális platformokon is működne. Amikor kérdező vagy vevő vagyok, akkor előveszem az internetes eszközemet, számítógépen, vagy telefonomat, vagy bármit, és akkor a kezdőfelületen itt hangosan bemondhatom, vagy beírhatom a kérdésemet.
és akkor kattintok mondjuk a keresésre, és akkor megjelenik egy lista különböző relevanciák alapján olyan emberekről, akik képesek és halandóak lennének segíteni nekem. Kattintok az egyikükre, és amikor felveszi a telefont a másik, akkor ugye kreatív interakcióba lépünk, elkezdünk beszélgetni, és ugye ez a rengeteg érték és tudás, ez mind gazdát cserél. És amikor kilépünk a beszélgetésbe, akkor megint egy referencia kérdés, hogy konstruktív volt-e, ugye segítette, és utána pedig megint újra ez a felület, ahol én teljesen szabadon eldönthetem, hogy nekem mennyit ért meg az ő segítsége, az ő tanácsa. És amikor pedig válaszoló, vagyis árus vagyok, akkor a koreográfia nagyjából úgy néz ki, hogy ugye valaki pont megtalál engem, pont csörög a telefonom, és akkor látom előre a kérdést, hogy mit fognak tőlem kérdezni, úgyhogy el tudom dönteni, hogy tudok-e, vagy akarok-e segíteni neki. És ha felveszem a telefont, akkor ugye elindul ugye ez a párbeszéd, és amikor kilépünk, akkor nálam is megjelenik ugyanilyen referencia kérdés, és utána pedig nálam is megjelenik ugyanez a felület, mert ahogy az előbb is említettem, hogy ez egy szertágazó folyamat, nem biztos, hogy szóval mindig máshogy alakulhat, ugye. Szóval lehet, hogy végül én kapok rengeteg értéket, és én érzem úgy, hogy fú, nagyon hálás vagyok, és nagyon szeretném kifejezni ezt. Úgyhogy ne legyen megakadályozva nekem se, ugye, hogy ezt a dolgot megtegyem. Ezen a piacon, tehát mindenféle anyag, termék és árukapcsolás nélkül értékesítheted a tudásodat, és értékelheted mások tudását. Úgy, hogy itt mindig a vevő határozza meg utólag a beszélgetések végén az árat. És ez két okból fontos. Az egyik, hogy mint ahogy a művészetben is, befogadó nélkül nincs műalkotás. Tehát nem az számít, hogy szerintem mennyit ér az én fejemben lévő tudás, hanem hogy mások szerint mennyit ér. Másokat mennyire tudok hálássá tenni ezzel. Másoknak mennyi értéket tudok adni. És ezt mások tudják megítélni ezért. Másrészt jól lehet ez a becsületkasszás modell kicsit utopisztikusnak hangzik, de technikailag már csak azért is sokkal megvalósíthatóbb, mint talán elsőre cseng, mert itt egy-egy ilyen hála érték tranzakció során, mivel nincsen ez az anyagtársítás vagy terméktársítás, ezért nincs olyan költségkötöttség, mint például az anyag alapú termékek esetében. És minden mellett a dindomban teljesen nyilvános lesz az, hogy kikinek mennyit fizet, kikit mennyire értékel, kikit mennyire tart konstruktívnak ebben a rendszerben. Pontosan úgy, mint ahogy egyébként ez napjainkban is zajlik a Couchsurfingen, vagy az eBay-en, vagy a rengeteg újabb és újabb share economy rendszerben, meg hasonló társaikban. És ezért itt is, mint ahogy ott is, meg mint ahogy a faluban is, ugyanez a természetes immunrendszer magától működésbe fog tudni valószínűleg lépni. Mert az embereknek lehetőségük lesz erre az átláthatóságra, és ezért szabadon el tudják dönteni mindenkinek, hogy szabadon el tudják dönteni például, hogy szóba állnak egymással a dindomban, mondjuk látva az előző historiát egy-egy usernek. És ezért az ebben a rendszerben létrehozott pénz, az nyilvános, spekulációmentes, és nincs mögötte más, mint a szintiszta, anyagfüggetlen kreativitás és know-how. Ezért itt a tudásoddal életed végig kereshetsz pénzt átlátható és fenntartható módon. Ezt a kérdést gyakran meg szoktam kapni, amikor idáig eljutok. Úgyhogy most megelőlegeztem az előadásban, hogy akkor most már egy átkozott párbeszédért is fizetni kell. És ugye általában azzal a hanggal szoktam hallani ezt, hogy akkor igen, valami ilyesmi. Szóval a dindon nem arról szól, hogy fizessünk mostantól ezért is, hanem mondjuk úgy, hogy a dindon csak elfogadja azt a felismerést, amit nem mi tettünk, hanem mondjuk úgy mi is csak olvastunk róla, hogy minden egyes emberi cselekedet egyben gazdasági cselekedet is. Minden egyes lépés, amit megteszünk az utcán, ahogy járunk, koptatjuk a cipőnk talpát, koptatjuk a nadrágunkat, és átmozgatunk óriási iparágakat. Akár tetszik, akár nem. De azt hiszem, még sokkal jobb választ ad egy történet, ami most nyáron történt velünk. Attilával, a tanárommal éppen egy parkban beszélgetünk pont a dindorról,
amikor odajött hozzánk egy hajléktalan kéregetni apró pénzt, és mielőtt bármit mondhattam volna, Attila kapva-kapva a helyzeten, hát na ez egy dindon helyzet, rögtön mondta az illetőnek, hogy figyelj, a semmiért nem adok neked pénzt, de ha adsz egy jó tanácsot, azért viszont adok. És persze első egy kicsit zavarba jött a hajléktalan, hogy most milyen hülyék vagyunk, vagy rossz indulatúak, vagy szivatjuk. De hát aztán látta rajtunk, hogy jó indulatúak vagyunk, és hogy tényleg komolyan gondoljuk, tényleg kíváncsiak vagyunk arra, mi jár a fejében. És emiatt be is lelkesedett, és mondott több dolgot, de végül ami legjobban megragadta a fülünket, az volt, amikor azt mondta, hogy gyerekek, sose feszültek rá túlságosan semmire, sose ijedjetek meg túlságosan semmitől, mindig fogjátok fel az életet tréfának. És tudjátok, valahogy ezt így pont tőle hallani, és az ő hangjával hallani, meg az ő érzelmi tölteteivel hallani, olyan értékes és olyan megindító volt számunkra. Szóval persze kérdésem volt, hogy bőséggel jutalmaztuk, ugye, ahogy a népmességben szokták mondani. De a lényeg nem ez volt, hanem a lényeg rá volt írva az arcára. Az a döbbenet, ami alapján mi arra következtettünk, hogy valószínűleg ez az ember életében először élhette meg azt, vagy élte át azt a dolgot, hogy a fejében lévő tudás az közvetlenül érhet valamit. És abból utána ő abból közvetlenül elmehet a boltba és vehet kiló kenyeret. A dindon tehát nem a tudás megszerezhetőségének a demokratizálásáról szól. Mert azt már kipipálták az internet mai vívmányai. Nagyon-nagyon jól. A dindon, és egyébként a diszkókönyv is, a tudás érvényesülésének a demokratizálásáról szól. A dindonban egy nyugdíjas bácsi tudása ugyanolyan versenyképesen tud érvényesülni, mint például egy aktív gyakorló professzoré. Itt nem kell tanultnak lenned, sőt, írástudónak sem igazán kell lenned ahhoz, hogy a tudásod itt hasznosulhasson, és akár pénzt is keres vele. És ha már pénz, én megértem, hogy mondjuk a pénztől nagyon sokan olyan visszajognak. Szóval sokszor hallottam, amikor meséltem valakinek a dindorról, hogy olyan jó az a rendszer, ez eddig jól hangzik, olyan jó az a rendszer, de még kell rontani ezt a pénzzel. És mi úgy gondoljuk, hogy nem a pénz rossz önmagában. Tudom, nagyon sokaknak rengeteg fájdalom és csalódás tapad a pénz gondolatához. De mi úgy látjuk, hogy sokkal inkább a pénz megszerezhetőségével van a gond. A dindonban, ha valaki milliómos lesz, reméljük ez így lesz sokakkal, de ha dindonban valaki milliómos lesz, akkor az ő vagyonát a közvélemény valószínűleg egészen másra fogja megítélni, mint azért, aki nem átlátható körülmények között szerezte azt. Mert a dindonban mindenki kizárólag csak hálából tud egymásnak fizetni. Ugye, mert nincs semmilyen kényszer vagy nyomás, csak önszántadból tudod ezt megtenni. És mi úgy gondoljuk, hogy itt lenne az ideje, hogy a pénz fogalmához ne csak a spekuláció gondolata tapadjon, hanem a hála fogalma is. Hogy ne csak értékmérő eszköz lehessen, hanem az értékelés eszköze is. És végül egy másik kérdés, amit gyakran megkapunk, hogy ugye látván mások látják, hogy itt van valamilyen applikáció, vagy valami ilyesmi, és akkor mindig kérdezik, hogy és akkor ez egy startup? Szóval, hogy akkor ez most arról szól, akkor szerzünk egy csomó usert, lesz 300 millió user, és akkor utána pedig eladjuk 300 millió dollárért, vagy mondjuk a Google-nek, és akkor ő meg majd telerakja 300 millió reklámmal. Az egyik ok, amiért a válasz nem, az, hogy a dindon rendszer például a reklám az egy elég irreleváns dolog lenne, mert valószínűleg, ha ezt sokan fogjuk használni, és az itt átfolyó tranzakcióknak, tehát az értékhála tranzakcióknak csak egy kis százalékát szálljuk arra, hogy üzemeltessük ezt a rendszert, akkor mi magunk a felhasználók tudjuk üzemeltetni ezt a rendszert, anélkül, hogy bármikor is szükségünk lenne reklámra, vagy bármilyen külső pénzügyi segítségre. Úgyhogy a válasz az nem, ez nem egy startup. Mi legbelül a lelkemén úgy érezzük, hogy igyekszünk felnézni a nagyokra és követni őket, hogy sokkal inkább, ahogy a Wikipedia és a Linux sem egy startup, ez is igyekszünk inkább egy mozgalomként tekinteni. Mondjuk úgy, hogy a tiszta pénz mozgalma, vagy a tudás érvényesülésének demokratizálásának a mozgalma. És ha már mozgalom, akkor szeretném gyorsan megragadni a
az alkalmat, hogy egy felhívással is élhessek, hogy ha bárkinek tetszik ez a mozgalom, szóval bárki úgy érzi, hogy tud azonosulni a gondolatiságával, és szívesen beszállna, és építeni velünk együtt ezt a rendszert, különösen, hogyha fejlesztő, akkor ez itt a telefonszámom, bármikor felhívhat, és szívesen kezdek vele egy kreatív interakciót. Köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm, hogy meghallgattatok.